műsorunknak az a címe, hogy privát szféra. Igen. Önnél meddig tart a privát szféra? És meddig engedi be a sajtót, és amiket miért engedett be? Elmondom azt, most megmutatom azt, amit máskor, másképpen egyébként nem tudnak, vagy rosszul tudnak, vagy előítéletesen gondolkodnak róla. Tehát ennek a műsornak most az a célja, hogy valami olyasmit láttassunk, amit amúgy kevésbé ismernek, vagy nem ismernek a nézők, vagy másképpen gondolkodnak róla a nézők. De ez tiszta jövedelem akkor, amiből ezt vettem, és ezt tudta igazolni? Nem, tökéletesen. Mert az volt a kérdés, hogy ebből a 690 ezres buttó fizetéséből hogyan tud egy ilyen paradicsomi minélt megteremteni? Ez nagyon egyszerű a válasz. Az olapnak nincs jelentősége. Az olap hogy semmi. Nulla. Nulla. Nem számít. Nem számít. Az olap az jó értelemben nem számít. Nem számít. Így van, a jelentésének a nagyobb része baromság. Itt megtanultam, hogy hogy lehet a helyi anyagokból jó minőségű teját csinálni, amit egész nap iszom. Amúgy pedig azt ezem hozzá, amit a barátnőm 90 éves dédmamája készít. Kávéval, tejával, lecsóval, lencsével, gyakran egy hétig lencsét és babot eszem. De például ez, ha ez benne lesz, akkor a barátnőm rájön, hogy itt voltatok, és akkor attól kezdve én csak azt hallgatom. Ja, féltékeny! Jaj, értem. Nincs elég bajom magával még itt féltékenykedik. Mert azt látom, hogy komolyan mondom, kifejezetten jó színészi képességekkel bír. Én nem. Nem? Nem. Nem, de megtanultam. Három dolgot kell tudni a politikusnak. Kamerában nézni, mert azt látom, és hogy folyamatosan nagyon-nagyon kevesen tudják. Sőt, meg tudom számolni, nem kell egy kéz, hogy megszámoljam, hogy hányan tudják. El kell tudni mondani 20-30 másodpercben, hogy mit akarok csinálni. De már lejárt a 30 másodperce. Ez most rosszabb volt. Igen, de ez most így van. Látja, korán reggel. Jó, akkor megpróbálom majd sokkal rövidebb mondani. Most még egyszer elkezdem? Ne. Jézusom, összepakolom a... Ígyjátok meg, ígyjátok meg. Legalább, hát valami értelme legyen hosszabb. Akkor szerintem ezt pakoljuk össze, nem? Vagy pakoljuk vissza, hogy ne legyen itt tudva. De egyébként az érdekelt, hogy ha már itt vagyunk, akkor hogy itt ezt kik szokták kibérelni ezeket az apartmanokat? Nem adunk idegennek bérbe semmit. Ja, értem. Tehát az ismerőseim, barátaim jönnek. Például idén nyáron az volt a legszebb, hogy életemben először meg tudtam hívni az egész családomat. Korábban adott bérbe ingatlant vagy apartmant, mert olvastam ilyen híreket, és hogy ezért feljelentették, hogy adót csalt. Ez nem egészen így igaz volt, aki nem volt bejelentve. Ja, feljelentettek valóban. Tehát ez egy valódi történet, de nagyon régi. És lezárult azóta, nincs hasonló. Azóta nincs hasonló. Kapott szép számmal. Hát akkor igen, de ez nem érdekes, ez hozzátartozik, ez benne van a fizetésemben, hogy tetszik. Jó, megfizették? Tessék, nem. Egyszer volt 670 ezer a bruttója. Az nem, hát az sok pénz. Relatív. De aztán RP képviselőként 1 100 000. De az összesen 4 hónapig voltam. De az 4 hónapig volt, igen. Ott ültem a közülésben és vezettem az ülést. Kiszámoltuk egyszer, hogy a 20 év alatt egy teljes évet ültem fenn a pulpituson. Mielőtt kiszáradna, azt eliszik velem egy pohár teát. Igen, de azt én hoztam, van benne szelíd gesztenye. Itt vannak a fügesáról most leszedett, még nem teljesen érett fügék. Honnan tudja megállapítani, hogy melyik érett? Hát azért ez könnyű, amelyik szétment, és aha, már látszik a bele az érett, és egyébként versenyben vagyunk a vadarakkal, mert ők is az érettet keresik. Szemben az olajbogyóval, amit majd megmutattok, azt most megtanultam, hogy de reggeli, a beduin módszer. Egyébként, ha segítenének nekem szedni, akkor hasznosak is lennénk.
De most azért hívott minket ide, hogy függetlenül, vagy azért, hogy fölajánlom a füge. Ennyit nem lehet dolgozni. Fölajánlom a füge felét, ha szednek. Nem akar. Felejtsd be lehet. Nem fog lekenyerezni. Vagy hoz ide egy létrát, vagy nem lesz fügelekvárja. Itt szoktunk. Ja, arra megy? Itt szoktunk. Olyan nagy ez a birtok, hogy eltévedek. Itt szoktunk sütni, főzni, meg ilyesmi. Grillezni. Grillezni. És éppen most a hétvégén tettem ki ezeket a lámpákat. Ez a ház egyáltalán nem az enyém, az sem. És ez a ház, amiben voltunk az előbb, az a volt feleségemmel együtt. Közösen. Igen. Így csak azért, mert de nagyon nehéz fenntartani. Tehát, hogy ez nem panasz, csak tény. A híradásokban, hogy arról szólnak a hírek, hogy milyen birtokot, mennyi pénzért, hogyan vásárolt, mit lopott, mit csalt, és miből építettek. Hát nem egészen. Ez már nagyon régen nincs. 14 éve nincs. Mármint mi nincs? Hát ez a történet. Azért nincs. Hát 14 évvel ezelőtt történet volt. Erről igen, szóltak a hírek. Így van. Mondja már meg, csak kíváncsi vagyok. De ezután a következő történet. Igen. Én kértem magam ellen egy állami számbevőszéki vizsgálatot, és egy éven keresztül vizsgálták, hogy nekem mennyi jövedelmem van, volt, stb. Az elmúlt 30 évre visszamenőleg. Ennek az eredménye az volt, hogy 1979-ben nem fizettem be időben vagy egyáltalán egy illetéket, és emiatt megbüntettek 100.000 forintot. Tehát részletesen be kellett mutatnom, hogy mennyi volt a rezsiköltségem akkor, mennyi volt a jövedelmem, akkor amikor alkalmaztak, akkor amikor nem, később polgármesterként is. Ezeket összegezték. De ez tiszta jövedelem akkor, amiből ezt vettem, és ezt tudta igazolni? Nem csak, tökéletesen. Mert az volt a kérdés, hogy ebből a 690 ezres buttó fizetéséből hogyan tud egy ilyen paradicsomi milliót megteremteni? Ez nagyon egyszerű a válasz. Nagyon-nagyon olcsón vettük, a háború után ez egy rombolt. Egy. Kettő. Az én szüleimnek is volt egy nyaralója Balatonnál, a szomszédunkban a német Anikó családjának is volt. És ebből a vásár, ők ezt eladták, a szüleim meghaltak, örököltünk. Hello. Jobbat végzett jájom, igen. Igen. Ne potózzál. Na mélyen, beszélgessenek egy kicsit. Ne, igen, kapjasz. Nem mindegy az. Itt vagyok? Forog. Szóval nagyon érdekes, hogy bárhova megyünk, azért az emberek megállítják, megismerik az utcán. Ez még terhes az ön számára? Egyáltalán nem. De ön szerint miben változott? Tehát, ha kategorizálni lehetne, akkor mi az, amiben megváltozott most? Tehát, ha nézzük a Demszki időszak és a Tarlós időszak, mi a különbség? A jelentős különbség, ami látszik a városon, az az, hogy kevesebb a pénz. Béka királynak nevezik a miniszterelnököt. Ami szerintem teljesen találó. A Béka király nem szereti Budapestet. Sose szereti, gyűlöli, azt is lehet mondani ezt a várost. Elvonja a pénzt, a várba költözik, és aztán onnan fogja igazgatni a várost. Itt be fogunk menni a 4-es metróval fogunk közlekedni, amit én egyébként nagyon gyakran használok, és nagyon szeretek. Tehát akkor itt jár a 4-es metróval? Igen, és boldogan, és mindig azt tapasztalom, hogy a 4-es metróban kevesebb a stressz. De olyan durva egyébként kimondani, hogy bocsánat, hogy ezt mondom, hogy ennyire kell örülni egy metrónak, miközben egyébként más európai nagyvárosban ez ilyen teljesen automatikus. Próbálja meg. Próbálj, én azt mondom. Itt a feladat. Tessék megpróbálni. Nekem ráment 20 évem. Tehát, igen. Pénze, gacsája, meg mindenre ráment. Igen, szerintem. De itt lehet, van, ez a metró itt lesz 100 év múlva, 200 év múlva, 300 év múlva is. Nagyon örülök, hogy erre költöttük el a pénzt, és nem hagytuk, hogy ellopják. Ennyi. Nem lopták el? Nem lopták el. Ez a metró megépült. Ebben még majd vita lesz ott lent a metróban, szerintem induljunk el a metróban. Nem lopták el? Nem. A metrónak, a 4-es metrónak a íve azért nem ilyennek indult, mint amilyennel zárult. Lehet, hogy ez most egy sikertörténetnek indult, de hát végül is... Az is lehet. Beszállnak a metróba, jól érzik magukat. Akkor csak nekünk fáj az, hogy tudjuk azt, hogy mennyi pénzt elloptak ebből? Ki lopta el a pénzt?
miről szól az olaf jelentés? Maga lopta el a pénzt? Hát én biztos, hogy nem, közöm nem volt hozzá. Én sem. De ki lopta el ezt? Mit mond senki. Az olaf jelentés? Az olaf jelentés csupa valótlanságot, amit megcáfoltunk, és aminek az alapján, alapján nem történik azt? Semmi. Fogalmam sincs. Tehát megbízott az olaf itt egy úgynevezett szakértői csapatot, akik nem értettek hozzá, össze-vissza irogáltak mindenféléket, és maga a főváros az, amely megcápolta az olaf jelentést egyébként, az én utódaim, akiknek nem lenne érdekük ez, ugyanis ha az olaf jelentés igaz lenne, akkor vissza kellene fizetnünk pénzt. Kötelezték a kormányt, hogy fizessenek vissza 70 milliárd forintot. De nem így van. Nem így van. A végeredmény nem ez. A kormány azt mondta, hogy dehogy fizetjük vissza, mivel egy pillér se hiányzik. Az emberek lehet, hogy azt tudják csak, hogy ez egy 120 milliárdos költségvetéssel indult, és 450 milliárdos lett. A világon mindenütt így van, eltelt közben 20 év. Jó, de most említette, hogy amikor jöttünk le, akkor említette a stadionokat. Hát ott is azt mondják, hogy először 5 millió, aztán lesz 50 millió vagy 500 millió. Az a kettő között az a különbség, hogy metróra szükség van, stadionra nincs. Ez egy ilyen nagyon jelentős különbség. De akkor metrónál le lehet számolni 170 milliárdos kiestés, itt pedig nem. De nincs kiesés. Egy még mindig azt mondja, hogy nincsen. De nincs. Hát nem én mondom, most már a kormány is ezt mondja. Hát, de az olaf meg mást mond, érti? Az olafnak nincs jelentősége. Az olaf hogy semmi. Nulla. Nulla. Nem számít. Nem számít. Az olaf az jogi értelemben nem számít. Nem számít. Így van, a jelentéseinek a nagyobb része baromság. Azt is száfolja, hogy Lázár János azt mondta, hogy ön a felelős, vagy ön is felelős? Lázár János minden nap hazudik egyet, és ha ezt mondta, akkor hazudott. De egyébként pedig ha ezt mondta, ő jó, hogy figyelmeztet, akkor be lehet őt perelni, és fog fizetni egy csomó pénzt. Mennyit vett el az idejéből ez az egész hercehúrca? Egy hetet. Hogy tisztára mossa önmagát. Nem kell most mosakodjon az, akinek oka van rá. Én nekem nincs. Tehát én aztán de nem viselték meg? Nem. Tényleg? Nem. Eleinte azt gondoltam, hogy a csoda vigye el ezek. Be akarnak engem csukni, mármint a magyarok. Mert ugye elkezdték a magyarok mondani az én felelősségem, ez jobban zavart, mint az olaf jelentés. És akkor írtam egy száfolatot, írtam Junckersnek, stb. De mindez igazából nem viselt meg, mert hozzá vagyok ehhez szokva. A kritikák azok mennyire zavarták önt? A 20 év alatt? Igen. Nem zavartak, válaszoltunk rá. Volt egy profi stáb, amelyik megválaszolta. Azért kérdezem, hogy olyan sok, hogy azt olvastam, és tényleg ebbe igaza volt, hogy tele van negatív dolgokkal, amiket lehet olvasni az interneten. Hát azért, mert a pozitív hír az nem hír. Kiről olvas pozitív hírt? Mondjon egy politikust, akiről tud mondani egy pozitív hírt. Nem rossz önnek, hogy mindig negatív színben van feltüntetve? Vagy nekem azt mondták, hogy úgy távozott, hogy tele volt korrupciós ügyekkel. De hát az, nézze, egy politikusnak a karrierjéhez ez hozzátartozik. Olyan kritikákat olvasott magáról? Lehet, hogy olvasott, lehet, hogy én olvastam, hogy akik azt mondták a kritikusai, hogy egyébként lehet önön látni, tudni, hogy ilyen oltári nagy vagyonnal nem távozott és nem köszönt le, de hogy engedte, hogy Budapestet szétrabolják. Ez nem konkrétum, ez egy vélemény. Ez olyan általános vélemény, amit nem is érdemes száfolni, mert nem tartalmaz semmilyen konkrétumot. Tehát lehet ilyeneket mondani. Budapestet nem rabolták szét, vagy legalábbis az, amikor az én tudomásomra jutott korrupció, igen, akkor több esetben feljelentést tettem még akkor is, ha ez a Városházán történt, vagy a Városháza környezetében történt, ezeket az ügyeket kivizsgálták, és embereket emiatt elítéltek. Bocsánat, itt elment a szerelvény, de igen, a szerelvényekkel kapcsolatban is azt mondja, hogy nem történt semmiféle lefizetés, és nem volt 2,5 milliárd az Alstom vezetők részéről? Ha erről tudomást szereztem volna, akkor mint ahogy más ügyekben feljelentést teszek. Tehát lehet, hogy megtörtént, csak nem szerzett róla tudomást? Én ilyent nem mondtam. Azt mondta, hogy a tudomást szerzett volna. De nem szereztem. De nem szerzett. Egyébként, attól, hogy megtörtént. Egyébként azt a logikus válasz arra, amit ön mond, hogy ingyen nem gondolkozom, tehát hülyesége nem gondolkozom, mi lett volna akkor, ha a nagymamámnak kereke lett volna. Tehát akkor ez hülyeség. Ez hülyeség. És akkor itt vannak a csodák. Itt szinte egy virágos kertben lakunk. Milyen jó.
ez itt a jó hely. Na most, ez itt a jó hely? Hát amit én nagyon szeretek, mert itt teregetek, ennyi eset itt, ezek mind az elmúlt napokban hullott. A vizet nem lehet inni, hanem figyelmeztetlek benneteket is, hanem csak azt, amit a forrásról hozunk, és mert egyébként a ciszternából vett víz, az akár milyen baktériumot is tartalmazhat. Látom közben, hogy minden itt magyar. Bepakol otthon Magyarországon a bőröndbe, aztán még a vajat is lehozza? Tehát? Szóval, hogy bepakolja otthon a magyarországi vajat, aztán lehozza? Hát, van olyan is, de egyébként nagyjából itt vásárolok. Ez a késztermék. Egy réteg olajbogyó, egy réteg citrom és fokhagyma, egy réteg olajbogyó, fokhagyma, citrom, stb. A végén az egészet le kell önteni forró vízben, tehát forralt vízben feloldott sóval, és lezárni. És 3 hónap múlva ez fogyasztható. Tehát de ez műanyagba rakja el? Igen, mert a beduinoknak csak ez van, PET palackjuk. De azt nézem, hogy így egyébként szerintem önnek hiányozhat ez a fajta média szereplés, mert így látom, hogy most lubickol ebben a szerepkörben. Nekem nem hiányzik, mert megvan amúgy a nyilvánosságom, tehát tartok előadásokat, amikor... Ja, de nem televíziónak, és pontosan tudja, hogy ennek azért milyen értéke van. Hát ennek van értéke, mert most végre akkor egyszer elmondom, és akkor nem kell 100-szor elmondani. Igen. Megmondta a véleményét a sajtóról, a politikusokról sincs jó véleménye. Hát nézze, minden országnak olyan kormánya van, amilyet megérdemel, amihez hozzátenném, hogy és olyan ellenzéke van, amilyet megérdemel. Volt egy olyan nevű párt, hogy Együtt PM. Na most, annak, hogy együtt, annak van értelme, ez minden magyar érti. Ezzel szemben az, hogy PM, hát az mi? Pénzügyminisztérium? Uh-huh. Posta? Tehát őrültség összerakni a két jelentéssel bíró szót egy érthetetlen valamivel. Tehát ön szerint már itt kezdődnek a problémák? Hát már itt kezdődnek, az ABC-nél. De az igazi abszurduma szerintem a mai közéletnek az az, hogy a leírásával foglalkozik az ellenzék is a rendszernek, a politológusok is, de hát mondjuk nekik ez a szakmájuk, és nincs föltéve a legalapvetőbb kérdés, és nem erről folyik a szó, nevezetesen, hogy Sto Gyilát mondta Csernyisevszki, és Csernyisevszki után Lenin, mit a teendő. Most ez a maffia állam, amelyeket így lehet definiálni, a felülről szervezett maffia, ebben van egy hallatlan összetartó erő, a közös bűn. Nevezetesen az, hogy hazavisszük az országot, a földeket, a tőkét, a jövedelmet. És mi a célja Orbán Viktornak ön szerint már? A hatalom megszerzése, megtartása, és annak a úgy mondják ezt, hogy a fogadott család, amiben benne vannak a Mészáros Lőrincek, meg benne vannak a többiek, akiket ismerünk, jól ismerünk. Nos, a fogadott család gazdagítása. Be kell bizonyítani azt, hogy ezt a tulajdont jogszerűtlenül szerezték, el kell őket ítélni, és akkor rendszer, és ez azt jelenti, hogy megtörténik a rendszerváltás. És mivel ettől ők félnek, uh-huh. ettől van bennük egy rendkívüli elszántság. És hol van ez az elszántság, ez a mindenáron való hatalomban a maradni akarás, vagy a hatalom... Az ellenzékben? Sehol. Amíg itt a pártok arról vitatkoznak, hogy mondjuk az Együtt hogyan viszonyul a MOMA-hoz, azt se tudja senki, hogy mi az, hogy MOMA. Tehát semmi van valakivel, akivel elégedett? Akivel ma elégedett igen. vagyok, politikus. Igen, vagy akivel nagyon nem. De hát miért lennék? Furcsa? Nem. Azt megkérdezhetem, hogy az a fajta küllem, amit most, vagy egyébként az igen? a ruházat, illetve a fejfedő, igen? az honnan? És miért? Tehát, ami a fejemen van,
az egy üzbég, egy tadzsik fejfedő, Tokobajkának hívják, és apám ott született, és amúgy pedig azért hordom, mert egyrészt szeretem, hogy ilyenkor melegíti már a fejemet, de nyáron fantasztikusan jó, mert megfőnék a melegben a napon, és ez nagyon ügyesen van kitalálva, mert szigetel, sokkal erősebben szigetel, mint bármi fejfedő, tehát ugyanezért hordják a kapedlét a zsidók, és megvan a muzulmánoknak is, ez egyfajta muzulmán, ha úgy tetszik, migráns fejfedő. Én most, hogy itt belenézek a kis kamerára, most látom, hogy eltűnt a fejfedője. Az eltűnt. Ha hova tűnt? Anélkül nem szokott megjelenni. Hát ritkán, de változatos. Nagyon jó idő van. Közben csinálom a szendvicset. A szendvicseteket csinálom. Ezek az évek, ezek megtörték önt? Egyáltalán nem. Tehát én szerencsére... De nem esett össze? Tehát én ott azt láttam, hogy amikor volt ez az Zola felleni tárgyalás, a bírósági tárgyalás, akkor iszonyatosan megrogyott. Hát nem vagyok megtörve. Én nem voltam jó hangulatban enyhén szóval, amikor 2010-ben elindult ez az eljárás, aminek az volt a célja, hogy becsukjanak, de ez nem sikerült. Úgyhogy én nem mondanám, hogy meg vagyok törve, és szerencsére mindaz, amit én tudok, amit megtanultam a politikában, meg megtanultam urbanisztikáról, ez a világ egy részén, ha úgy tetszik, a világ civilizáltabb, demokratikusabb részén eladható, és az elmúlt 7 évből 5 évet külföldön töltöttem. Tehát ösztöndíjakra pályáztam, és 6-szor pályáztam, és 5-ször megkaptam az ösztöndíjat. Igen, de azt nem kapta így meg magának, hogy meghibbant, meg hogy... Nem kapta meg soha. Miért úgy látja? Kérdezem, ezeket hallottam folyamatosan, hogy nézzétek hát, meg a Demszkit, hogy hova jutott, milyen sorsa jutott, meghibban. Könnyű ilyet mondani. Bokros Lajost én támogattam 2010-ben össze, amikor elindult, 2014-ben össze, igen, amikor elindult, mint főpolgármester jelölt. Megkeresett, hogy támogatnám-e, én boldogan támogattam. Elkezdtük a kampányt. A kampány nagyon sikeres volt. Fantasztikusan jó eredmény. Ez azzal kecsegtetett, hogy ha még egyszer indul, akkor nyerhet is. Most ezzel szemben Bokros Lajos ezt az egészet egy kirándulásnak tekintette, elfelejtette, és utána kiszállt. Úgy érzi, hogy elengedte? Úgy elengedte Budapestet, és ezzel elhárulta azokat a választókat, azt a 100 000-es nagyságrendű választót, aki rászavazott. Úgy érzi, hogy nincs benne felelősség? Nem, úgy érzem, hogy a gyávanyú szerepét játszotta. Gyávanyuszi. Azért meri egyébként így kinyitni a száját, mert hogy most már nincs veszíteni valója? Nem, mert hát hogy egyébként itt hogy innen Horvátországból innen lehet, hogy azt mondják, hogy könnyű. Hát jó. Ismételjék meg, amit én csináltam. 5-ször nyertem. Jó, de ők meg azt mondják, ők meg felsorolnák azokat az ellenpontokat és a kritikákat, ami kapcsán például nem fejlődött Budapest, sorolhatnám. Na, de ez nem igaz. Ez egy olyan kép, amit nagyon szeretek, ez a Mostyinszka drágám, a halászok. Itt hagytam magára 5 percig ilyen one-man show-t csinál, igen, nem? Igen, majdnem. Majdnem? Hát, mert éppen kint volt, kint a teraszon dolgozott a citromokat. Konkrétan a fokhagymát pucoltatott így van, velem. Így van. És így azt mondta, hogy inkább ezt fotózzuk, mert hogy ez az igazi életét mutatja, mert hogy ez egy ilyen szerény puritán élet. De miért akarja így magát beállítani, hogy minél puritánabb? Az persze, hát mert ez a valóság. Tartalmilag ez egy nagyon gazdag élet, hiszen itt foglalkozhatok azzal, amit mert szeretek, tehát könyvet írok, szerkesztek, javítom a házban elromlott dolgokat, itt vannak a legfontosabb szerszámaim, itt sakkozok azzal a képpel jönni, és hajlandó velem. Minden itt van, ahogy látom. És amúgy fotózok is, tehát itt van a fényképezőgépem, és itt van a laptopom. Kik a barátai? Hát igen, nehéz sorolni, az ismertek közül említeném a Konrád Gyurit, aki ilyen atyai barát, Rajk Lacit.
Gábor, azért mondom csak, hogy menjünk, mert az már egy kihűlt, kettő meg... Az nem baj. Nem baj? Még nagyon elmegyünk olyan irányba, nem fog beleférni az adásba, attól félek. Hát ezt én is. Ez ugye? A maga dolga. Na még a reggel. Na most még egy adag kell rá. Tehát nagyon gyorsan. Jó. Nagyon gyorsan. Ebben jól működik a parancsolgatásban, igen. Hát igen, ez volt a dolgom, de épp ez a probléma, hogy most nincs kinek. Hát akkor szólok a kedvesének, hogy jöjjön már vissza helyettem. Miből él most? Van nyugdíja, és ezen kívül pedig ösztöndíjaim voltak, és abból félretettem. A gyerekeimet tanítottam, tehát támogattam éveken át, de most már nem kell őket támogatni, mert kapnak ösztöndíjat. Az egyik az kint tanul, Stanfordban, a másik pedig Hollandiában, Gröningenben, és mind a ketten eltartják magukat. Tehát akkor most meg tud élni abból a 250 ezer forintból? Hát ezen kívül előadásokért kapok. Előadásokért? Meg. Szűkösebben él, mint amikor főpolgármester volt? Evidens, akkor egyrészt magasabb volt a jövedelmem, másrészt... Volt sofőrje. Meg sok minden. Meg én nagyon szerettem ebben a munkában azt, hogy egy nagy apparátus segített mindenben. Többek között volt három titkárnő. A három titkárnő asztala úgy azt volt állítva... Azt szerette a legjobban. Nem. Dehogy három titkárnő asztala úgy volt állítva, hogy mindenről ez jut eszébe. Hát mert ő folyamatosan nem, azt mondja, hogy úgy állították be önt, mint egy ilyen nagy nőcsábát. Egyáltalán, de ez teljesen nem. Jaj, ez hibás egy ilyen városi plegyka. Jaj, nem mondja már. De teljesen. Tehát... Nem nézem. Folyamatosan nem néz a szemembe, de hogy nem, ez igazi városi. De plegyka. Mindenkit megvádolnának, aki ilyen poszton van. Négy felesége volt, ugye, jól tudom? Hát, az korábban. A főpolgármesterség alatt kettő. És fölneveltünk négy gyereket, úgyhogy rendben volt az. Jó, de most akkor nagy csábító volt? Vallja be. Jaj, dehogy. Most miért? Dehogy. Egyébként a nőket vonza a hatalom. Tehát itt az íróasztalom, igen. Itt vannak a könyvek, amikkel dolgozom, és ide szoktam tenni a laptopomat, uh-huh. És amúgy pedig azért innen is van kilátás, és ez mindez lezárható, tehát ez egy viszonylag biztonságos hely. Hát erre büszke vagyok, mert ez egy profi lámpa. Úgyhogy itt szoktam olvasni, meg ott a másiknál is ugyanaz van. Kunce Gábor azt mondta erről, hogy egy nagyra nőtt óvodás. Miért mondta ezt? A Kunce Gábor meg egy kedves mackó. Nyilván arra gondolt, hogy nem volt helyes, hogy elvállaltam az SZDSZ elnöki posztját, amiben van igazság, ez egy nagy tévedés volt, mégpedig azért, mert nem lehet egyszerre csinálni. Tehát nem lehet valaki Budapest főpolgármester, és ugyanakkor egy kicsi pártnak az elnöke. Ezért bukott meg fél év után? Nem buktam meg, lemondtam. Úgy lehet egymásra tenni, hogy mindig teszünk közé valamit. Egy fóliát gondolom, igen. Valamit. Aha. Jó. Igen. Vagy egy inget, vagy valamit. Jöhet a következő. Nem úgy, nem oda kell tenni, hátul a csomagtartóba. Ja, már rakjuk egyből be? Persze. Ó. Már nem tudom, hogy néha hova pakolunk, annyi van tényleg. Hát nem fog örülni a bokros, hogy szíralmaztam őket, mert nagyon megérdemlik. Mindenfélét lehet mondani. Például Gyurcsányra, de azt nem lehet mondani, hogy nem volt hatékony a választási kampányokban. Abban jó volt, másban nem volt jó, de abban nagyon jó volt. Akkor most már Gyurcsány is erő, kapott ő is egy feketét? Hát nem kapott, nem bántom én őt. Miniszterelnökként nyugodtan mondhatom, hogy nem volt jó. Sőt, rossz volt. Őneki a kormányzással nagyon nagy problémája vannak. Akkor azt mondja meg ön, hogy állítaná össze a csapatot? Hát inkább én arról beszélnék, erre kitűnő emberek vannak, csak hiába mondok itt neveket, azt őket nem ismeri senki. Tehát
nem sokat ér. Én inkább azt mondom el, hogy szerintem most mi a teendő? Mi a teendő? Jövő tavasszal a 18 fővárosi parlamenti egyéni választókörzetből az országgyűlési választáson meg kell nyerni legalább 10-et, de inkább 13-at. Erre van esély. A közvélemény kutatások szerint lehet nyerni. De nem úgy kell nyerni, hogy azt mondjuk, hogy mi vagyunk az együtt, meg a MOMA, meg a mit tudom én, és ezzel teremtünk egy olyan pontot, ahol, mint egy archimédeszi sarkot, támadni tud az ellenzék, már a hatalom birtokában, mert a főpolgármester szimbolikus hatalom. Akkor is, ha mindent elvesznek tőle, akkor is. Tehát ön, hát ön azt mondja, akkor 2018 az már egy lefúj dolog. Hát én azt így, már... így nem mondanám, próbálják meg. Már csak azt akartam kérdezni, mert még volt valami, ja igen, tudom, azzal az illetővel mi újság, aki könyvesként beállított a rendőrségre és feljelentést tett ön ellen, hogy nem fizették ki, és hogy az a számla, aminek a helyreállítását, ugye itt az épületek helyreállításáról volt szó, hogy ezek ilyen fiktív számlák, és egyébként ezeket elrejtették különböző ilyen iskolák, ilyen számlái ezt, közé. Ezt most hallom öntől először, tényleg? És hát is remélem utoljára, mert úgy hülyeség és hazugság. Ezt olvastam. Én szeretném Magyarország. Igen. Meleg víz, én nagyon jó. Én is szeretem Horvátországot. Viszlát. 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 Ide mi a popit, na meg. Hogyan tartja egyébként így fitten magát? Nem vagyok fit. Nem? Há. Nem is. Nem. Nagyon. Sokkal fittebb volt? Tessék, sokkal. Jézusom. Jó. Él még? Ez kemény menet volt. Nem vállaltam volna azt, hogy kimentem. Kiállítunk Demszki Gábor, akit a rendszerváltás előtt ismertem meg. Hát nézze, a Demszki Gábor az egy különleges ember, az én életemben. Mégpedig a rendszerváltás előtt, amikor eljött Los Angelesbe, ott indult a politikai pályafutása. Az 56-os, a ma is a világ legprominensebb helyén, legnagyobb 56-os emlékmű Los Angelesben van. És ő ott mondott egy beszédet, és ez nagyon... Ez ott életem első nyilvános beszédje, tehát amit szabad térben sok száz ember előtt mondtam el. A Ferinek a kalapját lelőtték a rádió előtt. Így kezdődött őt, volt 16 éves voltál, vagy mennyi? Nem, akkor már 20. 20 éves korában, és ezek után, amikor elkezdődött itt a terror, akkor elmenekült a Magyarországról, és ugyanazon az úton, ahol akkor kiment a zöld határon, visszaszökött Magyarországra 90-ben. Ez az ő története. Nem tudom, hogy jó meglátása vagy sem, de hogy Budapestet is lehozza a Gyulára? Mindig lehoztam. De látom a pólóján is, tehát hogy hát ez egy akkor nyomott póló és egy akkori viselet, ha úgy tetszik, amit most újra eljöttem hozzájuk, most más témával, de én ugyanaz vagyok. Az emberek emlékében, vagy elevenenél még ön szerint Budapest és Demszki Gábor? Hogy ezzel azonosítják még önt is, nem? Pedig, hogy azon túl, hogy fotóz, ír, még mindig a főpolgármesterség az, ami megragad az embereket. Hát én azt hiszem, hogy ez így marad örökre. De igazából akkor minek tartja saját magát? Ez szerintem nem olyan fontos kérdés. Az a kérdés, hogy mi marad utána. Ön szerint mi marad ön utána? Nagyon sok. Tehát például marad egy központi szennyvízkezelő, az, hogy biológiailag tisztítjuk
Dunát, illetve a szennyvizet és ezáltal a Dunát, az, hogy nem lett volna szerintem nélkülem 4-es metró, mert azt végig kellett harcolni, végig kellett vinni. Az én időmben Budapesten 4000 projekt valósult meg, és átalakult a város. És tulajdonképpen az utódom az nagyobb rész azokat a projekteket fejezi be, amit mi terveztünk, kezdtünk el. Sokat szokott itt metrózni egyébként? Igen, igen. Tömegközlekedéssel járok és gyalog. Tömegközlekedés. Tehát metró, 4-es, 6-os villamos, ezek a kedvenceim, ezeket mi építünk. És milyen érzéssel jön be ide? Kétségbe vagyok esve. No. Kétségbe vagyok esve, hogy a 3-as metró ilyen állapotban van, amiben van, és mondjuk a gyerekeimnek nem tanácsolom, hogy azon közlekedjenek, mert kigyullad, nem biztonságos, katasztrófa. Itt van egy közepes képességű polgármester. Egyébként ennyire értékeli? Tehát közepesre értékeli Tarlós István munkáját? Hát neki nagyon nagy a kabát. Nem beszél idegen nyelven, semmilyen nyelven. Én a munkaidőm felében angolul, németül beszéltem. Tehát ez egy nagyon nagy hiányosság. Mennyit harcolt Orbán Viktorral bizonyos projektekben? 4 évig és megvertem. Tehát ő megbuktattam. Ha úgy tetszik, Budapest buktatta meg. Tehát Orbán Viktor azért gyűlöli többek között a város, mert nem érti a működését, ezért meg akarja semmisíteni. Igazából, mint önálló politikai tényezőt akarja megsemmisíteni. Nem a fizikai valójában, hanem mint politikai tényező. De most nem politikai tényező ön szerint, mert Tarlós István van az élén? Azért, igen, és Tarlós István soha egy büdös szót nem fog mondani, kritikai szót Orbán Viktorról, azért, mert azonnal menesztik. Tehát akkor de van fenyítve ön szerint? Vége van akkor. Akkor ott nem véletlen nem hallott még a elmúlt 7 év alatt egy kritikus szót sem. Mindenkinek vége van, aki Orbán Viktort belülről támadja. Ilyet nem lehetne. Milyen viszonyban van egyébként Tarlós Istvánnal? Semmilyenben. Semmilyenben? Egyszer sem találkoztam. Tényleg? Igen. Hát lehet volna egy alkalom, amikor itt a metrót átadták, amire nem hívtak meg, őket minősíti, de... amikor ezt megtudta, hogy nem hívják meg, mesélj el, akkor... Ott... Washingtonban voltam, és ott hallottam, hogy átadás lesz. És nem mondja, hogy nem ütött a szíven, ezt nem hiszem el. Nem, azt gondoltam, hogy hát most drága lenne innen hazarepülni, de azért hazarepülnék. Tehát én azt tudom mondani, hogy hogy nem hívnak meg, hát ebben benne van minden. Benne van az ő kisebbségi érzésük, pitiánelségük, benne van az egész történet. Hát nem ezt gondolják szerintem önről, nem? Hogy nem így él egy, nem tudom én, 80 négyzetméteres lakásban. Annál később 60. A házait a feleségeinél hagyta? Lakásokat, igen. Lakásokat? Itt, amit mutatnék, ez Kirgizisztán, a Talászvölgy, ott született az apám, aki miatt ezt a két csodálatos Kirgizisztánban szőtt, aranyszálakkal szőtt kabátot kaptam, akkor, amikor elneveztek a nagyapámról ott egy utcát, mert nagyapám első tanító volt Kirgizisztánban. Hogyha ha nézem, akkor Dürertől a Jobbikon át mindenféle könyv megtalálható. Így van. Így van. Hát véletlenül Jobbik is bekavarodik, de az csak nem is tudom miért van, amihez tanulmányoztam. Eszében nincs politizálni? Nincs. Hát kiábrándultság, csalódottság? Nem, semmi. Hát annak a korszaknak vége van. Tulajdonképpen amit csinálok, annak azért van politikai tartalma, mert romákkal foglalkozom. És itt óhatatlanul beleütközik politikai kérdésekbe az ember, de amúgy, szóval aki egyszer fönt volt, ha úgy tetszik, a csúcson, az utána nem megy le kutyába, nem is tudom. Uh-huh. Szóval de nem. Úgy érzi, hogy akkor a csúcson hagyta abba? Igen. Hogy érzi? Aha. Hát abszolút. Mutatok mindjárt akkor valamit. Jó, megvárjuk itt. Azt mondta, hogy csodát. Jön, lehet jönni? Igen.
Mert azt mondta, hogy valami csodát mutat. Igen. Ez a hálószobája? Igen, de amúgy nem az a csoda. Az ja. Hálószobája mindenkinek van, de ilyesmi azért nem lóg máshol a falon. Tehát ez Hirohito császártól kaptam. Egyéb iránt, hogyha már itt tartunk, látom, hogy azért ragaszkodik a tárgyakhoz, de mi a legnagyobb érték az életében ma? Hát az emberi kapcsolatok. A lányaim, a fiam, az unokáim, azok az emberek, akik közel állnak hozzám, mert annál fontosabb azért nincs. Nézem ott a konyhapultját, csak hogy szokott-e főzni, vasalni, mosni, takarítani. Főzni nem szoktam, csak igen. Kávét. Kávét. Meg tojást rántották. Abba jó. Egyébként pedig jön egy hónapban egyszer egy takarító nő, és kivasolja az ingeimet. Hogy kelet vagy nyugat? Hogy engem a kelet érdekel jobban. De amúgy pedig nyugati embernek vallom magam, tehát európainak. És most mit lát, mindig, hogy mi merre tartunk? Hát a legrosszabb irányban. Tehát, az azt lehet mondani, hogy én szégyellem azt, hogy a magyar miniszterelnök a legjobb kapcsolatokat Putyinnal és Erdogánnal ápolja, és hogy emellett pedig csak zsarnokok és diktátorok a példaképei és partnerei, és nem is fogadja őt senki. Mi volt a célja most ezzel a műsorral? Nekem nem volt célom, önöknek volt célja az, hogy bemutassanak engem, nekem nem volt célom. Én válaszoltam a kérdésekre, elmentünk az életem fontos helyszíneire, és hát egyébként pedig láttattam önök által, talán tükör által nem homályosan, hogy ki vagyok én.